Pedig beszélhetünk, szerintem itt most az elején van idő arról, hogy azért neki komoly problémái voltak. Bizony. A versenyt megelőzően másfél éven keresztül dartritisszel küzdött. Röviden el tudod mondani, hogy mit is takar ez a betegség? Ez egy olyan betegség, amikor nem tudja eldobni a nyilát a játékos. Ez ilyen agyi dolog, tehát az agyban ott áll, és képtelen eldobni. Ha el is dobja, akkor belép, de a másodikat, harmadikat már el szokták tudni dobni. Nagyon sok játékos szenved ebben. Általában azok, akik valami nagyon-nagyon jót alkotnak, és utána még jobbat akarnak, vagy fenn akarják tartani. Én azt gondolom. De kevesen jönnek ki belőle. Pár nem így, ahogy ő. Erik Bistro is már jóval a pályafutása vége felé, de ő is, neki is elkezdett akadni a keze. És ezt sorolhatnám, nagyon sokat volt. Ez nagyon-nagyon jó magyar játékos, többszörös magyar bajnok. Turi Tomi, neki is akadt a keze, neki is abba is kellett hagyni. Talán most azt hiszem elkezdett újra játszani. Hát lehet, legjobb pillanatban találta meg újra a dobó formáját Greaves, mert hogy ő még nem sokkal a világbajnokság előtt is küzdött vele, de aztán kijött ebből az állapotból, és nem is akármilyen játékkal, itt a felvezetőben is hallhattuk, hogy volt olyan verseny, ahol simán 100-as átlag fölött dobott, és ez közvetlenül a világbajnokság előtt volt. Ezt a formát, ezt sajnos sikerült átmenteni, mert hogy a második fordulóban Ihász Veronika volt az ellenfele. Igen. 41. Minsztelli, akinek a lánykori neve Loren Fárlán volt, még úgy is játszott itt a színpadon. Dean Minsztelli. Összeházasodtak. Dean Minsztelliről tudni kell, hogy ő is itt játszott, és amikor átment a PDC-be, akkor rögtön az első világbajnokságon dobott egy 9 nyilast. Annyira örült, hogy kirohant a színpadról, de aztán kikapott. 9 nyilasnak örülnénk ezen a világbajnokságon is. Igen. Nem ígérem, hogy kirohanunk, de az biztos, hogy örülnénk neki. Kicsit jobb a hangulat. Hát már valami Igen. van, persze. Azért már holnap a döntők jönnek. 45. Vinceli 45-öt dobott, 2-26 van Greaves, ez jön a tripla. Kettő megint is. 140, 86-ra jön le. Vinsztelinél nem a jó tripla. Nem, 2.47-en van Vinsztelin, 86. Megvan a dupla 16, dupla 8. Az már bent. Meg is van. Hozza a kezdését Greaves. Elég maga biztosan. Nagyon jó kezdés. Itt nem számíthat arra Vinsztelin, hogy duplákkal meggyűlik a baj a Greavesnek, és hogy gyenge tömeg is elegendő neki ahhoz, hogy legyen esélye megnyerni a szetteket. Greaves könyörtelenül ki fogja dobni. Én meglepődve hallottam, én nem hallottam még erről, hogy akadt a kezed, tőled hallottam először, de akkor olyan fantasztikusan milyen jól jött ki ebből a nagyon-nagyon komoly betegségből. Nagyon magas szinten játszik ezen a világbajnokságon. Megbízhatóan, stabilan. Avár most 26-ot dobott. Előző fordulóban egyébként Eileen de Graaf volt az ellenfele, aki egyébként szinte jó formában dobott. Ugye, ő búcsúztatta a kétszeres világbajnok Suzuki-t. Igen, akkor nagyon jól játszott. Címvédő is volt tulajdonképpen így, hogy 2020-ban volt az utolsó világbajnokság. És nem játszott igazából rosszul az előző meccsen sem de Graaf, viszont 140. Greaves ellenállhatatlan volt, és Dean Minsztelli. Izgul ő is. Igen. Van rá oka. Van.
kikap, akkor lehet, hogy nem lesz vacsora. Úgy alakult ez a meccs, hogy az első leget még DeGraaf nyert, és aztán sorozatban hatott Greaves. Nagyon sima volt az is. Pedig tényleg nem játszott rosszul DeGraaf. Alig, hanem, hogyha ezt az átlagot hozza mondjuk Winstelli ellen, akkor az simán megvan neki. Hát ez egy másik meccs, másik helyzet. Na ez most jó. Kellene még egy. Így nincs kiszállón. 192-ről lejöhet egy alacsony kiszállóra Greaves. Ahhoz kell tripla azért. 150, az nem olyan nagyon alacsony. Itt is kéne egy tripla. Meg is van, 80. Ez már egy kellemesebb kiszálló. 150. Már nem fog kiszállni. Na teszi magát 52-re. 80, nézzük Winstellit. 60. És a dupla 20. Nem dobta be. 60 a dobott. 52. Elveheti Winstelli kezdését. 12 megvan, dupla 20. Fölötte. Úristen, de jó. Laza ez a lány. 2-0. Nagyon jól dob. Azért el kell mondanunk itt a meccs elején, hogy 3 szettet kell nyerniük a nőknek is. Döntőben pedig majd 4-et. 100-assal kezd. Jó, a belga szurkoló. Igen. Kaptunk egy tippet Seres Bedétől. Jacky Gutász a neve. Igen, azt hiszem, hogy Gutász. Igen, ő egy törzs szurkoló. Minden versenyen ott van. Ha legyen az PDC, BDO, ahol belga játékos van, ott ő is ott van. Az egész biztos. Kellene a tripla Winstellinek. Pláne így, hogy volt szektortévesztés, 41. Nagyon nagy egyelőre a különbség az átlagok között is. Greaves 77-nél jár, Winstelli 61-nél. Most nem jön a tripla Greavesnél sem. Jó a váltás. 133, ez remek volt. Még így is messze van. Igen, de ez nagyon szép volt. És most van egy szektoriba Greavesnél is. Tripla pedig nem jön. 19-nél sem. 167, a második legmagasabb kiszállóra tette le magát. Ezt azért ne dobja ki. Ne, most ne dobjon ki senki, ennél 164-nél nagyobban. Igen, a 164 az maradjon meg. Igen. Úgy kb. 43 évig, ahogy az előző is. Igen, igen. Vagy majd Ihász Veronika jövőre. Igen. Egy 100-as. Nem dobtak egy Greaves, de 67-et hagy magának, Winstelli pedig nincs kiszállón. Csak 150. Nagyon messze van Winstelli. 50. 32. Nincs benn. Nincs meg. 150. Megviccelhetné most Greaves. Nagyon jó. Kell még egy. Vagy 18-as. Arra nincs meg. 60-at hagyott. Nézzük a dupla 16-ra Greaves-t. A szettér. Messze van még. Ki is kell állnia. És nincs is jó helyen. Megvan! A harmadikat megcsinálja Greaves. 1-0-ra elhozza az első szettet. Nagy volt a különbség. De nagyjából erre is számítottunk, Greaves egyelőre. Ha nem is ellenállhatatlanul dob,
de sokkal jobban, mint Winstelli, úgyhogy teljesen megérdemelten hoztál az első szettet. Kettőt kell még nyerni ahhoz, hogy ott legyen a döntőben, pályafutása során először. Egyre jobb a hangulat Lakeside-on, és hát Bogris pedig egyre közelebb van ahhoz, hogy bejusson a döntőbe. Igaz, még csak egy szettet nyert, de elképesztően nagy volt a különbség minden tekintetben közte és Winstelli között. Ebben a tekintetben ugyanaz volt, amit eddig a tornán láttunk. Nem is kell igazából extra Greaves-től. Nagyon jól játszik ez a 18 éves hölgy. 2020-ban ő már ott volt a világbajnokságon 16 évesen, és akkor is eljutott az elődöntőig. Ott kapott ki Suzuki-tól. Igen. Winstelli egy kicsit másképp dob, mint az átlag, ő nem nyújtja ki a kezét. De hát ha valaki nagyon-nagyon sokat dob, akkor ezzel is eredményt lehet elérni. Sokféle technika van ez azért. Igen. Itt ezen a világbajnokságon is kiderült. Megint egy szektorhiba Winstellinél. És most nincs tripla. Egyből elveheti a kezdését Greaves. Ha most dob egy nagyot, az első tripla megvan, a második is. 140. 161 marad. Pff. 179 maradék. 60 éves ez az úr. Seresbe, de most mírta le nekem. 1962. februárjában született, február 16-án. Bede van olyan, amit te nem tudsz. Nyolcvan marad így is, és 64-ről kiszállhat Greaves. Lesz előtte le kéne kerekíteni, ez még kell egy nyíl. És a dupla 16. Megcsinálja. Nagyon rendben van. És rögtön break-kel kezd. Itt legfeljebb csak saját magát zökkentheti ki Greaves. Fantasztikusan jól játszik. És eddig egyedül Veronika tudta megszorítani. Szerintem. És ez lehet, hogy így lesz majd a világbajnokság végén is, hogyha így folytatja. Igen. Nagyon jól dob. Hát ez fantasztikus. 140. Nem tudom, hogy ki lehet ez ökkenteni egyáltalán valamivel. Nagyon jól kizárja a közönséget, ezért nem biztos, hogy ő nagyon sokszor dob ilyen közönség előtt. Teljesen, tökéletesen kizárja, nem érződik rajta. Na most azért Winstellinél is. Na ez nagyon jó volt. Igen, így kicsit izgalmasabb lesz a meccs. Nem nagyon zavarta meg. Nem. 140. 121 marad. Érdekesebb lenne a meccs, hogyha Winstellin is tudna menni a színvonalon, és legalább egy picit megszorongatná Greaves-t. 57. Nem jön a triplában a körben, 121-ről, akár meg is oldhatná Greaves. Marad. Teszi le magát. Oda néz. 140. Winstellinek egy 180-a volt ezen a tornán.
Greaves 5-nél jár. 64, 48, 32, és maradt a 32. Na nézzük akkor Vince Tellyt. Ugyanazzal próbálkozik. Nála is 48. 32 és a dupla 16. Nem dobja be. Meg. Pedig nagyon szurkoltam neki. Egyelőre Greaves sem. És elég rosszul áll az a nyíl. De másodjára megoldja. Nincs mese. 2-0-ra vezet. Vinsztelli kezd. De nincs könnyű helyzetben. Hat van. Levált, úgy is van. Kétszer is megjön a tippa 19. 134. Jön egy tripla Vinsztellinél. Százas kör, nem biztos, hogy elegendő Greaves ellen. Sőt. 140, nem dobott még Greaves 180-at ezen a meccsen. Szektorhiba. Le is vált a 19-esre. Nem jön a tripla, inkább visszadob. 18-at akart, az elég csúnya hiba így. 24 csak ebben a körben Vinsztellinek. Csak 60. Ritka, hogy nem dob triplát. Kellene egy tripla. Ez csak 41, 276. Százas a különbség. Megnyereti ezt a leget is Greaves. Meg a szettet is akkor. 127. 107-et hagyott. Nagyon messziről érkezik Vinsztelli. Ez jó. Az már kevésbé. 121. 155-re lejött. 107. Jön a tripla Greavesnél. 32. Nincs bent. És 16-ot hagyott. Na, gyerünk egy 155, azt nem veszélyezteti a Veronika csúcsát. Nem, azt ki lehet dobni. Azt megengedjük neki. Így már nem fogja. Kellett volna egy pipla. Kell a 20-asból. 110-et hagyott, dupla 8 Greavesnek. Három nyila van rá. Dupla 4. Az sincs bent. És ez megvan, harmadikra megvan. 2-0-ra vezet Greaves. 82-es átlagon van Greaves, 72-ös, 72-ön Vinsztelli. Lassan azt a kérdést kell feltennünk, hogy Vinsztelli nyere egyáltalán leget. Reméljük, hogy igen. Na most két szektorhiba Greavesnél. 66 ebben a körben. 66-tal kezdett, ez a rontott 26. Egy százas. Álljon a tripla. Nem zökken ki. Ez is egy százas. Na, nézzük Vinsztellit. Levált, így van, nagyon lógott ez a két nyíl. 139. Na végre, valami na, most, volt. Most villan egyet Vinsztelli. Igen. És Greaves kevésbé dob jól. Meg is zavart a 2-15. 2-75, bocsánat. Jön még egy tripla. Kipattant a nyíról.
Le is vált inkább, de azt meg a kettesbe megy. Így nincs kiszállnom Winstelli. Greaves meg megy előre. 154-re jött le. Így is ő van hamarabb kiszállón. Levált, mert 159-nél tartunk. 140. 154. Kiszállni már nem fog. Gyönyörű. Hát szépen leteszi magát. Dupla 10-re rakta magát 134-gel. 140. Azt is ki lehet dobni. Ez jó, kellene még. Még egy. Nincs bent. Maradt a 60. 40-re. A Greaves ezt elhibázza, akkor Winstelli nyerhet egy leget. Messze van. Az pedig... És a dupla 5. És elhibázza. És 5-öt hagy így magának, egy nyilatak, arra is el kell dobni abban az esetben, hogyha Winstelli nem oldja meg a dupla 20-at. Megoldja! Megvan az a becsületleg. Nyert leget, így van. Ráadásul hátsó pályán. Igen. Na nézzük hozzá fordulatot ez. Azért jobban játszott Winstelli az előzőlegben. Ez most nagyon jó. Úgy látszik, hogy... Hát nem láttam. 120. Kipattant, 120. Nem volt szerencséje. Nem. Kegyetlen. 180! Kegyetlen ez a hölgy. Mosolyog ő is. Ez egy 100-as. Remek. A negyedik nyíl már nem jó. Ötödik sem. Ebben a körben nincs tripla. 58, 263, nincsen nagyon leszakadva Winstelli. Pláne ő dob. Kicsúszott a kezéből? Úgy látszik, igen. Ez már nem. Az is az egyesbe ment. Ez 21. Ez most baj. Lekerekítette, lepárosította. Könnyebb számolni. Igen. 93-at dobott, 173-ra lement. 170. Tessék? 170-re ment le. 170-re, igen. Egy kiszállón van. Igen, igen. Bár ugye ezt megállapodtunk, hogy nem lehet kidobni. Nézzük Greaves-t a 170-re. Nem lesz meg. 110-et hagyott. Winstelli 160-ról. Lehet, hogy szüksége lesz rá, hogy megőrizze ezt a pici előnyt. Százra van. Nincs tripla. 110. Ötven. 32. Megdobja. Azért ez szép volt, 100 fölötti kiszálló. És hátulról. 110-et dobott ki? 110-et, egyezzük fel. Most viszont nem kezd jól. 60. 60. Ez egy 100-as. Már jön a tripla. Ez is egy 100-as. Szektorhiba. Még egy, pedig összességében sokkal kevesebbet hibázik Winstelli, mint az előző meccsén, jó is ellen. Jobb is az átlaga. 97.
2.44-re jött le. Az alatta. Jön egy tripla. Bizony. Kár azért a 32-es körért. Lehetett volna keresni valója ebben a legben. Így de talán így is lehet, mert igen, nincs tripla. Kéne. Bár akkor sem lesz kiszállón. Bent van. 178. 186. Mennyit hagy magának Greaves, ez a kérdés. Igen. Ez egy 15-ös. 151. Nincs tripla. 148-at hagyott csak így. Ezt ki is használhatná a Kevin Stanley. Bizony. Ez egy 100-as, 78. Szép. Örül a férj is. Nem fog kiszállni 148-ról. Itt azért most kihagyott a koncentrációja Greavesnek. Igen, 108-at hagyott csak. Ajaj. Miket mondhatott? Na szép. Ez benne van, bizonyám. 24. Dupla 12. Még egy nyíl. És nem nincs be. Ezt most sajnálhatja. Igen. Megint volt esélye elvenni Greaves kezdését. 108-ra jön Greaves. Az előző legben 110-ről oldotta meg. Most 88-a van. Már csak 28, dupla 14. Nem nincs dobja be ő sem. Vezethet. Vinceli, ha ezt kidobja. Dupla 12-re jön megint. Hát megy a 9-esbe. 13. Egy nyilat el kell dobnia. 15-je volt, bocsánat. Nagyon izgulok. És megcsinálta. Dupla 4-et megoldja. Na, szép. Hát, ha jön valami fordulat. És 2-1-re vezet Winstelli, ő kezdi a következő leget. Eloszhatja ezt a szettet. Váratlan fordulat, de ez az is kellett, hogy picit javult Winstelli játék, a Greaves pedig visszaesett. 43. Nem jó a kezdés. Nem. Én úgy láttam, hogy Greaves ideges. Lehet, hogy picit megérezte azt, hogy a döntő közelébe került. Hat van. Mondjuk ez érthető is 18 évesen. Hát bármennyire is jól játszott eddig ezen a versenyen. Abszolút. 140. Idegesség ide, idegesség oda. Kellene egy tripla. Meg is van, 100-as. Szép. Remek. Feljavult a játéka Vincelinek, nagyon. Nincs tripla Greavesnél. 59. 59. Kellenek a triplák. Mindenképpen. 100-as, 198. Tehát nagyon összeszedte magát Vince Stanley. Igen. Már jön a tripla. 140-nel lejön 104-re. Legjobbkor. Igen. Érezze csak a nyomást Vince Stanley. Rögtön egy szektorhiba. Még 192 egy. 192 eddig a pontjainak a száma. Búra kell dobni. Nem találta el, 25-öt sem. 179-et ad magának. És Griffith viszont 104-ről jöhet. Hatvankilenc? 68.
56-ot hagyott így. Jön a tripla. Kellene még egy. De a 20-asba. 83, 96-ot hagyott Vincelli, 56. Ha ezt nem oldja meg, akkor Vincelli megoldja. Igen, megnyerhette volna ezt a szettet. Így most. Így viszont akkor a meccsért jön. És Greaves kezd. Igen. De jó kezd. Akár, nem is akár, hogy 180! Hát ezt valahogy így kell csinálni. Pedig demoralizálom most Vince Tellinek. Igen. Nem is kezd jól. Hú. 26. Honnan pattant át az egyesbe? Igen. Negyedik jó. Az ötödik már nem. Azért meglepődnék egy 9-nyilasnak. Igen, elég masszívan. Igen. Egy 100-as. 221-et hagy magának, azért ez így is nagyon jó kör. Csodálatosan játszik ez a hölgy. És Vince Tellin viszont megint visszaesett. Igen, 55 csak. Ennek a triplák Greavesnél. 135. 86 marad. Nagyon-nagyon messze Vince Tellin. Így pedig pláne. Ez is egy 26. 394-en marad. Greaves 86-tal jön. 68. 48. 32-t hagyott így. Rengeteg Greaves ideje van. Fú, több mint 10-szerese van Vince Tellinnek. Innen már nagyon el kellene izgulnia, hogy ne legyen meg. Igen, most se jön tripla. Vagyis hát igen, csak na most végre jött, 69. a dobás. 89-et dobott, 305-öt hagyott. Dupla 16 a meccsér. Nincs meg. Megszenvedett azért a dupla 16-okkal. És nagyon rossz helyen van a nyíl, ki kell állnia. És megvan. Megoldotta így is. Igen. Picit a vége az nehezebb volt Greavesnek, de összességében tükör simán győzi le Lorraine Vince Tellit. És a döntőben van. Papírformának megfelelően ott van a döntőben. Ezért ez nagyon meggyőző játék volt. Azt kell, hogy mondjam, eddig Ihász Veronika szorította meg legjobban. És azt tényleg lehet, hogy így lesz majd a világbajnokság végéig is. Igen. Tartunk megint egy rövid szünetet, én pedig megköszönöm a figyelmüket, Török László. Viszont számítunk a továbbiakban is, mint ahogyan az önök figyelmére is. Tartsanak velünk, hiszen még van hátra mérkőzés itt Lakeside-ban.